akkor következik a második helyezettünk, az, amelyik a... Egyébként én nekem meggyőződése, hogy bármilyen versenyen jobb harmadiknak lenni, mint másodiknak. De lehet, hogy én tévedek. Így fog csinálni, így jól. Ja, de én szinte... Talán abban a kanyarban. Szinte látom, hogy Trevor Great és Howard Great, ahogy így a második helyre ide fölkerülnek, azt mondják, hogy bassza meg, majdnem meg volt. Rodneris volt egyébként a McLarennél. Igen? Igen, hogy jó. Második legjobb lesz. Második legjobb lesz. Ez így van, Rodnerisnek teljesen igaza volt. Pontosan jól mondta. És bárhogy is legyen, de a Trevor Grayből meg a Howard Grayből már akár tudhatnátok is, hogy kit lesznek a másodikok. Még mindig nem tudjuk. Még mindig nem tudjátok, úristen! És Noko, Trevor és Howard, ők hárman az Apollo 440. Sem tudják hova szóljanak. Nincsen, fogalmatok nincsen, ugye? Azért jó, azért érte meg az 500 forint. Most is Spaces csak, ugye? De azt ismeritek, hogy én talking about dub? Ja, az meg van. Ki nem ismer? Dúdold el! Na persze. Aztán... Az biztos, hogy ismer... Van Halen-es. Van Halen-es. Vagy az biztos ismeritek, hogy stop the rock, you can stop the rock. Miszerint nem állíthatod meg a rákot. Ami tudjuk, hogy ha nem hosszabb a rákról van szó, akkor ez azért egy tény. Van egy olyan világ, ami akkor tárul fel, hogyha igazából megismered magát a zenekart. Maga a zenekar három fős, akiket most láttok, az a turné zenekar. Egyikük sincs rajta. Egyik tagja a zenekarnak sincs rajta. Tehát, hogy ők annyira komolyan veszik, ők annyira Daft Punk, hogy a saját fellépéseiken sincsenek ott. Tehát a Daft Punk legalább ott van a saját kurva fellépésén, és van rajta egy maszk, hogy ne lássad. Az Apollo 440 az, amelyik a saját fellépésén, a saját koncertturnéjára ilyen felbérelt és kiképzett zenészeket küld. Ő nem túl, Apollo 440 nem turnézik. A kettő között van a gorilla az, aki csak megrajzolja magát. Igen. De ők is fellépnek. Na jó, a gorilla az egyébként egy érdekes kísérlet ilyen szempontból. És a hupikék, törpikék? Hupikék, törpikék, ez így volt a harmadik kazettáig. És utána nagyon elkurvultak. Tényleg fájdalmas volt utána végignézni a hupikék, törpikéket. Na jó. Az érdekes az, hogy te albumos hupikék, törpikés vagyok igazából. Utána már nem, előtte se. Az Apollo 440-nak az a mániája, ők azok, akik állandóan arról beszéltek, hogy ők ma, tehát a ma az úgy értendő, hogy a 90-es évek második felében hirdették ezt meg. Aztán ez a gyakorlatilag a ezredforduló követő évtizedre még így érvényes is volt, hogy ők ennek a korszaknak a rockzenéje. Tehát, hogy ők számítanak rockzenének, akik azt gondolják magukról, meg azt állítják magukról, hogy rockzene, azok valójában ilyen nosztalgia zenekarok. És hogy ők a progresszív továbbélés a rocknak. És így gondolt magára, és így bontott zászlót az Apollo 440. De az Apollo 440 mekkora és mekkora, milyen jelentőségű formáció, azt nagyon-nagyon kevesen tudják. Valószínűleg azért tudják nagyon kevesen, mert méltatlanul keveset játszották őket, és amit játszottak tőlük, azok, de én már pusztán azok alapján, amiket játszottak tőlük, azok alapján is szerelmes lennék beléjük. Tehát pusztán azok alapján, de valamiért az Apollo 440 soha nem kapta meg azt a figyelmet. Soha nem tüntették ki azzal a jelentőséggel, amelyet valójában játszik. És így igazából három különböző lemezükről hoztam nektek ide három számot, és a legjelentősebb lemezükről, a kék albumról, a Electric Light in Blue című lemezről, arról még csak nem is hoztam egy számot sem, mert hogy itt így a mi időnk és a mi kereteink azok behatároltak. Akkor következzen egy olyan szám, ami a legeslegelső lemezükön van, és amely a pszichedelikus elektronika addig ismeretlen és feltáratlan mélységeit tárja föl és mutatja föl számotokra. Ez az, ami az előbb megvádoltalak, vagy jellemeztelek azzal, hogy erős, erőszakos fűrészfok hangmintás, breakbeat-es, nem tudom, sehol egy puha színuszos hang. Ez az a szám, amit te most nagyon szeretsz, és ez viszont olyan, amire el is lehet aludni. Nem azért, mert módszer és unalmas, hanem mert nagyon belülről jön.
Igen, igen, de aztán lesznek benne olyan futamok, amelyekre föl is lehet akár még ébredni is.